Amikor elkészült, a budapesti Szent István Bazilika a főváros legmagasabb épülete volt, és még sokáig az is maradt. A 19. század második felében, amikor építették, talán még nem is sejtették, hogy egykor itt őrzik majd Szent István király épen maradt jobb kezét, a Szent Jobbot. A bazilika azóta is számos nemzeti és egyházi szempontból egyaránt jelentős eseménynek adott otthont. Ismerkedjünk meg ezzel a csodálatos épülettel, amelynek impozáns kupolája a főváros szinte minden pontjáról látszik. Ahogy most sétálunk itt, gyakorlatilag nem síkban haladunk, hanem egy kisebb halmocskára jövünk föl. Ez mindig így volt? Igen, itt mindig volt egy ilyen kis halom, és az 1838-as pesti árvízkor éppen erre a halomra menekültek azok az emberek, akik segítséget várták, hiszen ezt nem érte el az árhullám. És akkor azt mondták, hogy fogadalmi ajándékként, ha ezt túlélik, építenek ide egy templomot. Az új templom tervezésével Hild Józsefet bízták meg, aki a 19. század egyik legismertebb pesti építésze volt. A városban mintegy 900 épület fűződik nevéhez. Ő addigra már több székesegyházat, templomot alkotott. Amikor Hild elkezdte ezt az épületet tervezni 1845-ben, akkor több tervet is készített. Ma a kupola 96 méter magas, az első terveken nem ekkora volt, és nem csak két tornya volt, mint ami most áll, hanem négy. Mit érdemes tudni erről a lenyűgöző kupoláról? Igen, ez már Hild az érett építészműve mindenképpen, hiszen ez volt az élete utolsó munkája. 77 évesen ezen dolgozott éppen, amikor a halál elérte őt, és azért izgalmas ez a kupola, mert sok minden Hildes dolog van benne, ugyanakkor meg újítások is. Például ez a bordás kupola ív, ez Hild építészetére nem nagyon volt jellemző. Ez egy potsdami templom utánérzése, azzal, hogy ilyen nyúlt és ilyen nagyon szépen ég felé törő, ez, azt hiszem, ez a koronája a Hild kupola építészetének. Boldog asszony harang mellett állunk, ami talán a leghíresebb, leginkább legendás harangja a bazilikának. Mi a története? A Nagy Boldog asszony harang a Szent István Bazilika 6 harangja közül a legrégebbi. 1863-ban készült, még a bazilika javában épült. Az első világháború idején hadi célokra el akarták vinni. Amikor a pestiek megtudták, hogy a Nagy Boldog asszony harangot elrekvirálnák, akkor aláírás gyűjtöttek, és idejött Aponyi Albert, kultuszminiszter, és meghallgatván a harangnak a szép hangját, úgy döntött, hogy valóban érdemes a harang arra, hogy ne rekvirálják el, és ezért megmaradt. Mert hogy valamilyen különleges hangzása van a Nagy Boldog asszony harangnak? Az anyagába ezüstöt öntöttek. A legnagyobb harang az a másik harangtoronyban lakik, őt Szent Istvánról nevezték el, akár csak magát a templomot. Arról mit érdemes tudni? A Szent István harang elődjét a II. Világháború végén a kivonuló német csapatok magukkal vitték hadizsákmányként. 1990-ben a német Bildpost újság olvasó tábora aláírás gyűjtött a harangnak a pótlására. Egy 9250 kg-os hatalmas harang készült, amely ma Magyarország legnagyobb tömegű harangja. Ha jól tudom, akkor a németek olyan bőkezően adakoztak erre a célra, hogy végül nem csak a Szent István harang születhetett meg, hanem további négy harangot is öntöttek. Kincstárba, rögtön látunk egy óriási makettet. Ez milyen célt szolgál?
Ybl Miklós ezen a maketten kísérletezte ki, hogy milyen is legyen a Szent István Bazilika külső megjelenése, a nagy egységektől egészen a legapróbb részletekig. Ebben a szekcióban pedig gyönyörű szép miseruhákat, főpapiruhákat látunk. Ezeket használták is? Használták, és ma is használjuk, hiszen nagyobb ünnepeken, például húsvétkor lekerül egy-egy ornátus. Ezeknek a különlegessége, hogy a nagy részük a királyi palota kápolnájából került a bazilikába a II. Világháború után. És van egy kis rész is, ami kifejezetten Mindszenty bíborosnak állít emléket. Nagyon nagy szeretettel jött a fővárosba a különböző funkciói bemutatására, és azért a bazilikában is nagyon gyakran, és ezek pedig az ő legszemélyesebb tárgyai, amit itt oratóriumszerűen mutatunk be tisztelőinek és a vendégeknek. A Historia Domus pedig arról tudósít minket, hogy nem is Ferenc pápa az első, aki érkezik a bazilikába, sőt, a sokadik. Igen, pápaként a második, Szent II. János Pál pápa után, de voltak olyan pápák, akik még megválasztásuk előtt vendégei voltak a fővárosnak vagy a bazilikának, így 11. Pius pápa, 23. János pápa, 6. Pál pápa és a híres 12. Pius pápa, aki Eugenio Pacelliként, pápai legátusként az 1938-as eukarisztikus kongresszust vezette. Tehát találkozott ebben az oltári szentséggel, ebben az úrmutatóban, ami talán a leggyönyörűbb darabja a kiállításnak. Olyannyira, hogy a belső kis részét fogta is a kezében. Ez a leggazdagabb tárgyegyüttesünk, ez az úrmutatós vitrín, amelyben vannak gyönyörű bazilika stílusát idéző 1896-ból származó úrmutató, de van itt olyan nagyméretű úrmutató, amit 6. Pál pápától 1972-ben az akkori Szent István jubilomon kaptunk ajándékba. Monumentális templom belsőhöz, templomtérhez illik egy hatalmas nagy orgona is. 7508 sípból áll, a legkisebb síp alig több mint 1 cm, ezek innen kintről egyébként nem látszanak. A legnagyobb síp meg több mint 10 méter magas, egészen bonyolult szélcsatorna rendszere, különböző járatok is szolgálnak ahhoz, hogy az orgona építők minden egyes síphoz hozzá tudjanak férni, és egyébként 3 emelet magasságban, tehát ott egészen legfölül is találhatóak még sípok. Ezek az úgynevezett spanyol trombiták, ezeknek rendkívül karakteres, rendkívül éles hangjuk van, még egy szint hozzátesz az orgona teljes hangképéhez. Meghallgathatunk nagyon vékony hangot, ami a legkisebb sípok egyikéből származik, és aztán egy nagyon mélyet. Ilyesmi. A legmélyebb, közel 10 méteres sípsorok pedig így szólnak. És ha már beszélgettünk róla, spanyol trombiták hogyan szólalnak meg? Akkor hallgassuk meg, hogy szólnak egyben. Homlokzat már Ybl Miklós munkája. Igen, hát Hild József halála után 1868. januárjában beomlott a kupola kivitelezési hibák miatt, és ekkor Ybl Miklós megkapta azt a feladatot, hogy tervezze át a bazilikát, melyet ő már a kor követelményeinek megfelelően neoreneszáns stílusba tervezett, legfőképpen ugye a bejáratot, ahol látjuk a gyönyörű timpanont a magyarok nagyasszonyával, magyar szentek társaságában, illetve
üvegmozaikokon, Tanmór alkotása Jézus a felhőkön, és Szent István tondója, ami azért is érdekes, mert ugye először Szent Lipótra nevezték el a bazilikát, és az ő tondója is elkészült, mely az altemplomban látható. Az altemplom Hildi József letisztult klasszicista oszlopai által nagyon szép térelosztással sok főhajóra és mellékhajóra tagolódik. Ezek metszéspontjában látható Szent Lipót tondója. Ő Ausztria fővédőszentje, akinek a nevét viselte Lipót császár, akiről viszont az újváros részt Lipót város nevezték el, és a tervezés fázisában a bazilikát is. Belépve a templomba, az impozáns méretek, ez a hatalmas templomtér az, ami először megragadja a látogatót. 54 évig épülő templomba vagyunk. A belső teret Ybl Miklós halála után Kauzer Józsefre bízták, színes márványokkal takarta a falakat. Mintegy 55 fajta márvány található a templomba. 1897-ben a Szent Lipót elnevezést Szent István nevére változtatták, innentől kezdve Szent István Bazilika a neve a templomnak. Kupol alatt bontakozik ki a Szent István Bazilika gazdag és egyedi ikonográfiája, hiszen a Teremtő Isten és az ószövetségi proféták után az evangelistákat és Jézus Krisztus életének jeleneteit láthatjuk a mennyezeteken. Itt tőlünk jobbra a nagyasszony oltár Szent István ország felajánlását ábrázolja, Bencz úr Gyula gyönyörű festménye, előtte a Szent Jobb. Ezen a szinten, a mi szintünkön a legtöbb szobor magyar szenteket ábrázol. Fadrusz Jánosnak gyönyörű ez a Szent László szobra, nagyon egyedi a megformálása. Fölöttünk Krisztus életjelenetei közül a legfontosabb talán a feltámadása. A feltámadt üdvözítő szobra mögött Stróbe Alajos Szent István szobra látható. Maga ez az oltárépítmény is gyönyörű, a tetején Gábriel arkangyal fogja a kezébe a Szent Koronát. Körülötte pedig Szent István életjelenetei 4 epizódban. Az 5. nem látjuk, azt elrejti ez a gyönyörű baldahin. A Szent Korona apoteózisát jelenítették meg, de talán a legértékesebb része ennek a szentének mégis az az 5 szenté mozaik, amit Bencz úr Gyula tervezett, a Szentmise jeleneteit ábrázolják. Ha pedig itt lent a szentély alsó részén körbenézünk, akkor láthatjuk a jelenlegi főoltárt, mellette pedig Erdő Péter bíboros katedráját, ugye ezért társszékes egyháza bazilika, mert van itt egy püspöki tanító szék, és ennek a katedrának az a különlegessége, hogy ebbe foglalt helyet 1991-ben Szent II. János Pál pápa, 1938-ban még pápává választása előtt egy évvel pedig 12. Pius pápa, Mindszenti Józsefet is ki kell emelnünk, aki szintén nagyon gyakran mutatott itt be szentmisét, és szintén ezt a főpásztori széket használta. A Szent István Bazilika a liturgiája nagyon fényes, ünnepélyes, nagyon kvalitásos, és ez kell is, hogy így legyen, mert a legfontosabb, hogy itt az istentisztelet és a hitélet, a vallási élet, a közösségi élet, az példamutató legyen. Püspök úr, az, hogy a Szent Jobb itt van a Szent István Bazilikában, az történelmi léptékben egy meglehetősen friss fejlemény. Valóban, hogyha a Szent Jobb 1000 éves történetére tekintünk, akkor az a három évtized, amióta itt a bazilikában a nyilvános tiszteletre ki van helyezve, az nem egy hosszú idő. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mégis nagyon méltó helyen van itt ebben a székesegyházban, hiszen egyrészt Szent István bazilika, Szent István a védőszentje, neki van szentelve ez a székesegyház. Másrészt itt azt is szemlélhetjük, hogy az ő személyiségében, Szent István személyiségében milyen harmonikus egységben van az a tulajdonság, hogy egy nagy formátumú államférfi, aki ezt a népet az európai népek, nemzetek közösségébe bevezeti és az integráció útján elindítja. Ugyanakkor egy spirituálisan nyitott, a természet fölöttire nyitott, mélylelkű ember, aki
akinél ez a kettő teljes harmóniában van, és amikor nem lát olyan utódot maga körül, akire ezt az országot hagyhatná, akkor ahogy itt a Bencz Gyula képen is látszik, amely alatt a Szent Jobbot elhelyeztük, fölajánlja az országot Szűz Máriának, az ő oltalmában ajánlja ezt a népet és ennek a népnek a jövőjét, és az, hogy ezt a Szent Jobbot ma itt tisztelhetjük, az egy válasz erre a felajánlásra, hiszen 1000 év távlatából is ez az égi oltalom, ez tapasztalható, ezt megéljük, és a hívő ember éppen ebben látja a jövőbe vetett reményének is az alapját, hogy ahogy 1000 éven keresztül megtapasztaltuk ezt a természet fölötti segítséget, úgy ezt a jövőben is meg fogjuk tapasztalni.